síneken. A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a síneken. A jól párnázott pulmanokon, a jobbak ülnek a tírjakarok, ugye jól hiszem. Sőt, még azt is lefogadom, aki ott ül nekem, nem rokonom, nem is mond ilyen. A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön belém a síneken. Mind ott vagyunk, mind itt vagyunk, mind ott vagyunk, mind itt vagyunk, mind ott vagyunk a síneken. Mind itt vagyunk, mind ott vagyunk, mind itt vagyunk, mind ott vagyunk, mind itt vagyunk a síneken. A nagy kérdés a helyzetem, de azt hiszem, hogy sinem vagyunk a síneken. Mondják, van-e itt fék, vagy az hülyeség nem kell már? Nem kell! Számít-e valamit még, ha a síneken mind itt vagyunk, mind itt vagyunk! Mondd meg, hogy nagyon elég, én hogy szálljak ki majd? Miért? Mondd meg, hogy tudod-e még, mire ha? Medőberénybe tudok most olyat, aki nagy tételbe foglalkozik hajtókkal. Aha. Rendelünk onnan mi is hajtót is, meg ilyen úgynevezett MDF-tapból, ilyen fóliázott. Ezeknél is rengeteg van, vagy 160 hajtó. Hát most mi is áttértünk a medőberényiekre, mert eddig máshonnan jött, de ezek olcsóbbak. Eltettem a névi egy kártyára. Tartom ezekkel a kapcsolatot a Szoboszban, ilyenkor lehet, hogy majd odaadom nekik. Ja. A négyegykártyádat azt, ha úgy gondolják, felveszik meg velük a piacot, legyen ajtólapokat, mert a kamion számba adják az ilyen. Nekik nincs közük a berényiekhez? Szerintem is. De most ez is érdekes, hogy ilyen kis területen megélnek kettem. A berényiek? Ezek a szoboszlóiak, ezek nagy területek, Debrecen, Szoboszló, Madályban van, Bolcsony, nagy területen. Készítési engedély nem volt gond, mert azt megértem, hogy az ajánlott levelet a jogi igazgatóságnak ők megadták. A mozdonyon utazás itt tavaly, meg tavaly előtt megkaptam egész évre, idén már nem. Valamiért meggondolták magukat. Nagyon szigorúan veszik ezt. Nem, ebből sok mindenkinek.
látogatások származtak belőle. Meg nem derül ki, hogy mikor készült a felvétel. Ja. Az nem derül ki. Valahol itt volt a vonalon, egy két hónapon belül valamit te még őkkor kérdődtél? Úgy volt az elütés, hogy kollégának történt. Mondtattak egy ez az utatjáról, ez a legfontosabb az egész jelenségot, ugye? Aha. Érezted ezt a sík, ugye? Az úgy történt, hogy Szekérútról van egy átjáró, és lerobbant az egyik cigány fa gyűjtőletés közben egy személyautóban. Mások cigány érbe ment, kötél, összekötötték a két autót, azt elkezdték hozni. A vonat jött, a cigány meglátta, hogy ő jön a vonat, nagy gáz, ő átért, másikat meg behúzta. Ha meg nem volt annyi esze, hogy fejkezzen, azt akkor a kötelet elvágja, érted, hogy a kötél kerülbe? Nem, a másikat behúzta elejébe. Betalott rá, meg is haltak. Neki nem sok fát kellett benne, de... Új kapcsolat körülbelül 3 vagy 4 hete kezdtünk tőlük rendelni, előtte a Csercsicskör, amik az ország másik felén van. Szóval Vas megyéből jött a cikk. Keresztesen bontak ki az állomás környékén? Szokott állomás előtt, azt hiszem, van. De valahogy át kell jutnom Nagykerekibe, volám meg nem megy arra, még véletlenül sem. Nincsen buszjára? Nincs. Úgy van, hogy bemegy valahova Balmazújvárosba, hova, és akkor onnan vissza, hát az baromi nagy körülött. Mai nap erre van számot. Ha minden kötél szakad, mondjuk gyalog is átérek, mert ott is van 2 óra a 2 vonat között, meg 10 kilométer, talán még le is lehetne dolgozni. Na, meglátom. Ha van taxi, azért kényelmes, se? Kényelmes. A másik meg az, hogy most keresztes már, ha sikerül, akkor mondom, hogy ezt így lesz, hogy jártok.
egyébként tapasztalatom különben, hogy nem nagyon hirtőlnek állandóan a mozdonyvezetők, elég gyakran elhagyják. Tudod miért? Nem. Egy, ismerik a... Ismerik, hogy melyik átjára vagy nyűgös a átjára. A másik dolog meg az, hogy valójában ennek a kürtnek a hangfrekvenciája oly mértékben roncsolja a füleknek a hallóképességét, hogy ide után unalmas. De hát igen, mert ő állandóan alatta jött. Egyeszerűen ott van. Én saját magamról tudom, hogy amikor hazamegyek, úgyhogy fent van, mondjuk este van, mondjuk már a család ülve nézi a tévét, bemegyek, biztos, hogy egy fél decibel, ha itt van az egész a hangskála, ugye ez a fele, a gyerekek itt hallgatják, az asszony nekem ide fel kell beszépeni, hogy nem azt, hogy halljam, mert hallani én itt is hallom. Értem. Nem értem. Igen. És nagyon művelek, hogy tévét nézni. Ja. Na, ez is egy szörnyős pálya, majd abban a hangot megkettek, mert ezt nem így, mert egy szörnyű. Összedolgoztam.
csinálni. Egy bátyámban ő is ugyanígy dolgozik a faipari cégnél. Nincs otthon pont a szekrény ajtóval, hogy szóló vagy. Dehogy nem, hát a kisztának is a kacsaszítője. Kőműves, egy rossz házat. Összeborult házat. Ez így van. Ja. Valahol keresztül?
kiskori. Lehetne itt teherforgalom, az
motorkocsijákban a Zsuzsikkal találkoztam, arra is van mizsgát? Mekkora a különbség? Úgy a mozdonyvezetői szempontból a BZ-sel között. Végés fel. Mert utas szempontból biztos, hogy kényelmes fel. De mozdonyvezetői szempontból is én csak még fogyás utas volt. Kíváncsi is voltam bent a kultúratér. Bementem ide előtt teljesen már. Az én megítélésem pedig. Ettől százszor rosszabb pályát is voltam. Mellékvonalon is lehetne több utas. Nem csak a menetrenden múlik, egy nagyon pici beruházás, hogy az a megálló, ami 4 kilométerre van a falutól, az közelebb legyen. Mert ugye a bőzös korszakban volt, hogy minél messzebb a tűz miatt, látok már lejárt. Féltek ugye a bőzös közétől, azért szerették meg például a megállót. Azért valljuk egy ilyen viakolor peront a BZ-hez mennyi kell? 12 méter? Legyen 30 méter, mert az nem egy nagy költség kiépíteni. Más meg nem kell a megállóhelyre, egy tábla, hogy amikor jön a vonat, kér. Na mondjuk ez most kivétel, mert itt a házak végében van a megálló. Hát
élő példa arra, hogy amit márciusban bezártak, ott már egy csomó volán is megszűnt, ugyanazokon a helyeken. Plusz az a költség, mert akkor belefér.
Hát mondjuk nekem is úgy van, hogy én ugyan Pesten járok dolgozni, de Kelenföldön, nekem is egy óra beutazás, meg egy óra vissza. Nem számít bele a munkahelyemben. Olyan érdekesek ezek a távolságok, mert ott az 12 kilométer, itt vidéken az két falu távolság legalább. Egy falu távolság. Szélén át fog jönni. Nem jön. Na, de jó van, szerencsés volt. Gázoltunk már őszett MD-vel, Sopronból jöttünk. A vezérlőkocsia, de így megemelkedett egy kicsit. Hallottam már az, hogy följelentették a kalauzt, mert elvitték az őzöt. Az irigy utasok már nem kaptak belőle. Amikor itt éjjel üresen álló házaim.
volt egy emberke, aki az éberségét fölkötötte egy madzagra, aztán elkezdett sétálni. Azt mondja, jó, ez ki tudom nyújtóztatni magam, időnként meghúzom vele. Rég láttam szakáll a sorompót. Hát ez a nem aralott bár, ez az egyre. Ez az egyre. Erre talán nincs van. De arra is gondolok, hogy még ami van, azon szakáll sincsen, ez ember még rajta van a szakáll. Igen. Csodálkoznak ezerre. Az igény szerint van, vagy ahogy esik, mert nekünk van, nekik nincs. A mellékkocsi az, az úgy van, hogy igazából mindegyik után kéne. Ők utánuk is kéne. Vagy nem jó, vagy de inkább az van, hogy vagy az ajtó nem jó, vagy a fűtés nem jó. Na most, hogyha az ajtó se jó, vagy a fűtés se jó, vagy a fűtés nem jó, de jó az ajtó, akkor miért húzzak? Ez legalább nem kell körbejárni. Ezt nem kell körbejárni. Kevesebb üzemanyag, kevesebb, jobban gyorsul, nem erőlködik. Az eredeti felállás ugye ott volt, hogy egy motor, két pont. Igen, ez volt az eredeti. Hol van az már? Hát azt még a Skoda motorok húzták. Hogyha az a
utas mennyiség meg lenne, ami akkor volt, akkor kéne is, mert akkor kéne motorra ki lenne használva. Most helyett egy motor sincs ki használva. Hát nincs. Nincs pénz kihasználni. Megszűntek a munkahelyek, nem kell dolgozni járni. Teres biztos. Teres. Valamikor én is horgáztam, de akkor még gyerek voltam. A telefonvezetékek is megszűntek létezni. A mobilvilág nem hozta. Szenvedés. Az
a jobb oldali sínszálat élvezem. Jobb oldali sínszálad érdekes. Kicsit magasabb van van. Kacskarinkos. Van benne kacskarinkos, rendes. Tudják, hogy itt a legfáradtabb a vezető. Ja. Ez az ilyen reggeli,
modelleim vannak otthon, a legtöbb magyar megvan, mind a déli. Nagyon sok nagyon drága a modell már. Hát a honlapon az is fönn van, ha meg tudod nézni rajta. Körülbelül 2,5 giga lesz.
És akkor azt egyben le tudják tölteni. Értem. De most két és egy óra 40 perces elvételt erről majd valaki csak azért letölt, hogy nézhessen. Igen. Ez olyan, mint a természetfilm, hogy éppen a természetfilmet nézem. Hát van, aki az autóverseny, van, aki a természet, mindenki más. Hogy az oroszlán, hogy hajtja a kozellát. Tehát ez olyan, hogy ugye ilyen jókor legalábbis nekem nincs tudomásom. Mert régen ment a Spektrumon ugye a svájci vasutak voltak mondok. Meg a német televízióban a német vasutakról volt, az AFD. Én láttam tényleg a tévében. Az AFD volt a német vasutakról, mindig hajnali 3 és 4 között. Én a Spektrumon láttam meg. A Spektrumon ott a svájci. Még mondta is az asszony egyszer vagy kétszer, hogy nézzed már, azt mondja már egy óra hosszája, csak annyi látszik, hogy ugyanígy a... Hát ott kaptam én a kettőt hozzá. És akkor lejöttem, azt néztem, eltelt 20 perc, azt még csak mindig kanyar, hogy megállt, elég jól, hogy jajon. Azt mondtam, hogy mi az érdekel? Nem lehet megmagyarázni. Látom, csak másra lejött. Nekem. Nézheted egész nap, nem? Nézheted egész nap, én nekem nem úgy gondoltam. Meg az azt, hogy sok néztem helyem, hogy tényleg azt mondja, hát mi ebben? Se beszéd az alatt, se hang, semmi nem volt. Még motor zúgás sem volt. Az néma, csendes film, de sem. Csak a filmet, hang nélkül, minden nélkül. Hát mondom, nézed már, hát. Ez körülbelül mikor lesz, mert... Hát szerintem egy hónap kell, mert azért munka van még ebben. Digitalizálás is majdnem kétszer annyi idő, mint a felvétel, mert elég lassú a gép, akkor feliratok, de nem egy, hogy egy hónap legalább. Na majd meg kell jönni. Jó van. Még idénre még egy kör tervezek a déli részre, 150-esen Kiskunhalas fele. Baja, hogy ott Dombovár, Székesfehérvár. Ott már fölvette velem egy kapcsolatot a netenei módon vezető, azt mondtam, hogy megpróbál intézkedni, megpróbálja hivatalosan az utazási engedélyt szerezni. De azt mondta, hogy ha nem adják meg, akkor menjek nyugodtan, akkor nem kell róla tudni. Ott ő keresett meg például a neten. Ugye mondom, de tettő vagyok, ha van kedved, gyere vele. Mondom, én kapok az alkalmon, úgyhogy nincs probléma. Megunta a kilátás. Azt mondja, hogy mindig ugyanaz a vérél. Mindig ugyanaz járt. Jó, megyek odébb. Ja. Itt a savas eső miatt ilyen. Persze. Ezek a fák nagyon öregek. Ezek egyik másik, ez 50-60 éves fák. Amúgy készülnek most nagyon 26-ára odafent? Készülnek, én még...
még a tévét csak fogom bekapcsolni, nem értek. Mit lehet észlelni? Hát több gyűlés lesz aztán, hogy mennek-e a huligánok hozzájuk, attól függ szerintem mennyi pénzt kapnak. Ha megfizetik őket, biztos mennek lent mondani. Akkor lesz kamrázió és mit? Én a tévét csak kapcsolom be, most mindenki idegesítsen magamba rajta. Mert amit tönkreztek, úgyis a mi adónkból fogják helyrehúzni. A hány kilogatot bevernek, meg felborítják a dolgokat. Ja. Ez a randalizmus, vandalizmus, ennek én sem vagyok a híve. Azt aztán majd mind a mi adónkból fogják helyrehúzni. És nem kerint most ez a vizitvét, kórházvét, iskolai pénz, pandémia. Ja, népszavazás? Népszavazás, ezért. Na már állítólag gyűjtik az aláírás. Még kevesebben fognak elmenni szavazni, mert már mindenki annyira csalódott, hogy látsz személyt benne,
a fajta politikában. Én egyet tudok ebből a fajta politikából levonni, ami valamennyire érint, mert sok tartozásunk van felé, hogy a... hogy a svájci franc egész jó áron van. Svájci franknak jó lett az árfolyama. Amikor fölvettem a hitelt, többet kellett fizetni. Utálom az ilyen ezt a személy traktorosokat, de ahogy elutálom. Tudál neki az ember, akkor legalább mutasson hajlandóságot, hogy meg akar állni. Nincsen ki, vagy valami. Vagy lassuljon. Vagy lassuljon. Tudálom neki, azt nem lassul. Érted? Azt nem lassul. Utálom az ilyeneket. De nagyon sok találkozik az ember. Van, amíg képes megállni 50 méterrel arra, hogy bátja érdem, kész. Másikra rádudász, jön, rádudász, ott látszik, hogy lassú lefele állni. De ez még nem is fog hajlandó lassú lefele. De utálom az ilyet. Az nem reagál fölöslegesen. És ha már megindult jó irányba a forint erősödése, az valami kellett. Szerintem, de én csak ennyit tudok mondani, mert amúgy a napi szinten a politika nem érdekel. És amikor fölvettem a hitelt, tulajdonképpen majd, hogy nem akkor volt a legmagasabb a törlesztődés, az adjuk a tökmekkel. Jó, nyáron van egy-egy megoldás, ugye a turista szezonnal kapcsolatos pénzügyi dolgok, de ilyenkor még alacsonyabb. Én ezt pozitívnak értékelem, aztán, hogy ez valóban pozitív vagy nem, azt már nem tudom. Ez az én megítélésem. Ugye ezen mi isszuk a levét a szegény emberek. Igen. Az ilyen vállalkozó, mint amelyik itt is van, itt a hallgazdaságos, ez nem fogja észrevenni. Nem, mert ők még megkapnak mindenféle kedvezményt, meg mit csinál. Ha lejár a két év adómentesség, másik néven alakulja. Akkor megint megvan a két év adómentesség. Számol csak egy több millió forint adók le vannak tőlük éves szinten. Ezek körül nem vannak semmit beválni. Így van. Hát ő leírja. Mert veszek olyan valamit, ami befektetésnek számít. De erre mondják a vállalkozók azt, hogy mindenki lehet vállalkozó. Jó, de ott is kell egy alaptőke. Hiába van meg mondjuk az eszem, hogy kitalálok valamit, ha nem tudok megcsinálni. Mindenki vállalkozom, akkor oké, dolgozik. Miért nem tudom, hogy elég jó oldalról.
és őszállásul merre fordulnak a sinek? Területen felül, ott szembe fog sinni. Nem baj. Itt is jön a végül, és ott fog vége. Hát állomás környezet, azt elvehetett. Utána úgyis nem fejvonalban, és hazarányi. És itt voltam, ez a Füred közt voltál? Ha úgy voltam, egyszer még az ünnepi hétvével, ami barátomból ment, akkor a szemből irányból csináltam. De az nem sikerült jól, mert havas volt, és eléggé világos lett a kép. De talán még az is úgy van még mindig. Nagyon, nagyon túl exponált lett, hogy úgy mondjam. Ja. Mindenből ki tudtak maradni a Neóból, mindenből, és milyen jól megélnek. Hát, nem vélem.
világ egyik legnagyobb pénzbázisa. Pedig se tervezve ügyes esemélye. Neki pénz, a bank. Két tapsugár van benne, belgép jó. Thank you.
hangod is legyen valami belső hang. De ez is milyen pontékolás. A német motorvonatot arra a pályára teszik 60-tal, de több mint a 120-tal mehet le tovább. Szerintem nekem se lesz meg. Hát milyen szinten vagy? Hát olyan 60%, 60 körül vagy. Akkor nem nehéz fejleszteni. Hát nem nehéz, idő meg pénzkészés. Látod, a vasúti jegyet ugyanúgy megfejleszteni. Még akkor is, amikor volt engedélyem, akkor is rá volt írva, hogy menetegye legyen érvényes. Aha. Inkább erről sem mondok semmit. Ez a napszóban.
elfáradt a rugó. Yeah. Más a képes lakott, meg a bélyeget gyűjti. Igen, igen, igen. Mondjuk az se olcsó. Na, tessék minket beengedni, mert jön a vonatom. Jó, azt nem késő lesz. Van 5 percem átfelni. Debrecen felé menőt, azt vagy beengedi előttünk, ott még befele van. Mindegy, talán járnak olyan sűrűn, hogy... Megvárja, csatlakozol jönnek. Ez IC, ez nem jó nekem. Ez nem IC. Az nem? Lehet, hogy IC. Szerintem nem IC. Az... Igen, csak amire át kell majd szállod. De ha csak, tehát hogyha nem IC volt, akkor megvárja. Ezt. De biztos, hogy nem jó, mert a 6002-es szerintem visz közvetlen kocsit Máté Szalka felé. Ez meg rövid volt ahhoz. Hát még nem az enyém. Meg aztán mindegy, akkor a következővel megyek, mert Püspök Ladányba is kell várnom majdnem 2 óra. Ha csak nem valami teher fővesz. Lehetünk. Valami tehet fölvesz? Hát? Itt? Nem. Köszönöm szépen a jó műsorban.